Megrendezésre kerülő nemzetközi alkalmazott informatikai konferencia, mint ugye a nevében is benne van, az informatika különböző alkalmazásairól lesz szó, adatbázis kezelés, komputer algebra, algoritmusok, programnyelvek, tehát minden olyan téma, amely az informatika és a számítástechnika fejlesztéséhez szükséges tudományos hátteret adja. Maga az informatikai társadalomban a legaktuálisabb tudomány, nem akarok elfogult lenni, de azt hiszem, hogy a legdinamikusabban és a leggyorsabban fejlődő tudományág manapság az informatika, hiszen az alkalmazások egyre szélesebb köre tárulkozik föl, és tulajdonképpen a mindennapi életnek ma már nincs szinte olyan terület, amit számítógép nélkül csinálnának adminisztratív, ügyviteli, pénzügyi, termelési folyamatok, de mindenféle adminisztráció, ami a társadalom működéshez szükséges, igényli a számítógépes hátteret, valójában nélkülözhetetlenné vált, ezért ehhez kapcsolódó tudomány szerintem az egyik legfontosabb. A plenáris ülés előadóit milyen szempont szerint választották ki? Két szempont vezérelt bennünket. Az egyik az, hogy a plenáris előadásokon a főbb tudományágak, tehát az alkalmazott informatika főbb ágainak jeles képviselői szólaljanak meg. Így például Günther Weiss, aki Dresdából jött egyébként osztrák állampolgárságú tanár, visszatérő vendégünk, nagyon szeret az EGRI konferencián járni, ő komputergrafikával foglalkozik, a Dresdai Műszaki Egyetemnek a tanára, és ő ebből ad elő egy fejezetet, egy nagyon érdekes új felfedezést tett és alkalmazásokat ad elő. Adatbázis kezelésből is neves előadónk lesz, és tulajdonképpen a mesterséges intelligencia, ami nagyon fontos területe a robottechnikának, egyáltalán az automatizálásnak, abból a témakörből is lesz egy előadás. Aztán az úgynevezett komputer statisztikából, ami valójában olyan matematikai alkalmazásokat jelent, amelyek a statisztikai feldolgozásokhoz szükségesek, ebből is lesz egy plenáris előadás, és ezek az előadók a szakma ismert professzorai, tudósai, és valójában megtiszteltek bennünket abból, hogy eljöttek és vállalkoztak az előadás megtartására. Tulajdonképpen a téli időpont miatt most csak európai vendégek vannak, azelőtt Amerikából is voltak résztvevők, de azért a tél miatt ez most nehezebb. 12 országból jönnek, németek, osztrákok, horvátok, ukránok, végül is el tudnám sorolni, francia résztvevőnk lesz, és hát itt a Európa középső része inkább, ahonnan az érdeklődők származnak, Lengyelországból, Szlovákiából. A plenáris ülés után milyen szekciókban, milyen témában folyik majd a tanácskozás? A négy alapvető szekcióban elindul délután a tanácskozás, hát elsősorban adatbázis kezelés, programnyelvek fejlesztése, mesterséges intelligencia és komputergrafika lesz, de van egy olyan szekció is, amely a
oktatás, az informatik oktatás problématikájával foglalkozik. Tulajdonképpen az majd a 3 nap alatt belép egy-egy szekció helyébe, mert a komputer algebra az, amelyre a legkevesebb jelentkező volt, hiszen az elég elméleti része ennek a tudományágnak, és oda viszonylag kevés eladó jelentkezett, és tulajdonképpen annak a blokknak a helyére belép ez az alkalmazások és az oktatással kapcsolatos kérdéskörnek a megtárgyalása. Az Eszterházy Károly Főiskola részéről milyen témában lesznek előadók? Nagy örömünkre szolgál, hogy tulajdonképpen nálunk is vannak doktorandusz hallgatók, akik kiállnak, és ez egy komoly próbatétel. Nekik mesterséges intelligenciából lesz egy kollégámnak előadása, aki a közel jövőben fog doktori szigorlatot tenni. Egy másik kollégánk oktatási kérdésekkel foglalkozik, ő is eladó lesz, illetve hát a információ technológiai tanszék vezetője, aki nemrégen doktorált komputergrafikából fog előadást tartani. Még az is külön öröm, hogy a Közgazdasági Intézet egy fiatal oktatója is vállalkozott előadást tartására a informatika közgazdasági alkalmazásai témakörből. Mi hozza az előadásának az aktualitását? The actuality, I believe, is to see geometry in as a science of its own. Én úgy gondolom, hogy az az aktualitása, hogy a geometriát ne csak a matematika részeként kezeljük, hanem összehasonlítsuk például a fizikával és egyéb területekkel, hát az is lényeges. Szóval a legújabb eredmények a számítógéppel segített vizualizáció, vagyis megjelenítés, illetve a felszínek megjelenítése, ez volt a második része. In fact, there is a ezekkel az eredményekre nagy az igény, hiszen már 10 éve működik a vizualizáció, tehát az a vizuális megjelenítés, illetve alkalmazzák az automatizálásban és az irányítás technikában is ezeket az eredményeket jelen pillanatban. New achievements in automatized design. What are the consequences of canceling geometry in fundamental basic education in school? And then there are a lot of misleading mathematical concepts and figures which are strange. Then I also will talk about restricting creativity by a conversion cap systems. What is geometry? Ennek a konferenciának az a sajátossága, hogy nem igazán szigorú az előzetes kiválasztása a jelentkezőknek, tulajdonképpen a jelentkező személyek, közösségek saját maguk próbálják kvalifikálni a tevékenységüket, hogy ezen a konferencián bemutassák. Természetesen a konferencia publikációjában, ami majd az előadások után készül, ott már egy erőteljesebb szelekció és ellenőrzés lesz. A előadások tulajdonképpen eléggé komplex témaköröket tekintettek át, és részben bevezettek, részben megismertettek olyan területekkel, amelyek esetleg egy-egy intézmény keretében kevésbé ismertek. Tulajdonképpen hangsúlyozni, hogy ez a fórum, amit a főiskola vendéglátó szeretete keretében most már 6. alkalommal sikerül megrendezni, ez egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy elsősorban a fiatal kutatók el tudják kezdeni a saját eredményeiknek a nyilvánosságra hozását, azt, hogy hogyan prezentálják, hogyan értékeljék egymás eredményét, és hogy tulajdonképpen hogyan is zajlik az a folyamat, ahogy egy kezdeti kutató tevékenységből ki tud választódni, ki tud emelkedni egy igazán értékes kutatás fejlesztési eredmény. Lezajlott a konferencia. Milyen tanulságokkal zárult a konferencia? Tulajdonképpen nagyon sok pozitívum sorolható föl. Elsősorban a jónak mondható részvételi arány, mert a regisztráltak közül 6-8 ember nem jött el, tehát a létszám 170-en felül volt, most pontos számot nem tudok mondani. Az elhangzott elárások száma
több mint 120, és ezeknek a nagy többsége igen nívós volt. Nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy a fiatal doktorandusz jelöltek nagyon szép angolsággal beszéltek. Büszkék lehetünk rájuk, hogy ma már ilyen fiatal értelmiségek vannak, akik ennyire jól bírják a nyelvet, mert szerintem nagyon fontos nem csak a tudományban, hanem az általános kommunikációban, illetve hát a Magyarországról kialkotott képnek egy fontos eleme, hogy egy magyar ember svádásan szépen jól beszél angolul, ami az első számú világnyelv tekintélyt ad nem csak neki, hanem a népének is, ahonnan jött. Milyen továbbélése lesz azoknak a szakmai tartalmaknak, amikről itt szó esett? Éppen tegnap este beszélgettünk a cikkek sorsáról, és tulajdonképpen abban állapodtunk meg, mert az első verzió ott volt, mint amit 3 évvel ezelőtt is, hogy kiválogattuk a cikkeket és a legjobbakat más folyóiratokba, rangos nemzetközi folyóiratokba helyeztük el. Ennek előnye az, hogy ugye igazán jól referált, jól hangzó folyóiratbeli cikk az a tudományos előmenetelt segíti. Hátrány az, hogy lassabb az átfutási idő, mire a cikk megjelenik, és a mi szempontunkból nagyon hátrányos olyan vonatkozásban, hogy ha mi most a jó értékű dolgozatokat kiszedegetjük a konferencia kötetből, akkor esetleg elveszítjük azt a jogosultságunkat, hogy ez a nemzetközi figyelőszolgálat nem fogja tovább referálni a konferencia kötetet, és akkor azért az értékét veszti, mert egy konferenciánk az is nagy értéke és vonzereje, hogy tudja az előadó, hogy az itt megjelent előadása, illetve a cikke nemzetközi szinten is figyelt lesz, figyelté válik. Valójában azért egy nagyon fontos dolog volt, hogy 4-5 emberünk azért itt egy konferencián megnyilatkozott, és idegen nyelven, és magabiztosan, és imponálóan, ez egy nagyon fontos dolog. Oh, it is really lucky.